Mikor urunk és mesterünk azt mondta, térjetek meg! Azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a bűnbánat szentségi gyakorlására, azaz a bűnvallásra és a jóvátéterre, ami a papok közreműködésével történik. De nem is vonatkoztathatjuk kizárólag csak a belső bűnbánatra, mert a szív töredelme mit sem ér, ha nem hozza magával külsőleg a bűnös mi voltunk elleni sokoldalú halálos küzdelmet. Ez a gyötrő küzdelem tehát mindaddig tart, míg az ember gyűlöli vétkes önmagát, ez az igazi belső bűnbánat, vagyis a mennek országába való bemenetelig. A pápa nem akar senkit mentesíteni, és nem is mentesít a jóvátévő bűnhődéstől, hanem csak attól, amit saját illetékességében vagy az egyházi jogszabályok szerint maga ki. A pápa nem bocsáthat meg másként egyetlen vétket sem, csak azáltal, hogy az Istentől megbocsátottnak jelenti ki és fogadja el. Viszont kétség kívül megbocsáthatja az ő számára fenntartott eseteket, ezek semmi bevétele esetén a védkesség kétség kívül megmarad. Isten senkinek nem bocsátja meg védkét anélkül, hogy egyszer s mind alá alánevetni a megalázkodót mindenben a helyette eljáró papnak. A bűnbánati egyház jogszabályok csak az élőkre érvényesek, és azok szerint haldoklókra semmit sem szabad kiróni. Ennél fogva jót tesz velünk a Szent Lélek a pápa által, mikor a pápa a rendelkezéseiben mindig kivétellé teszi a halál óráját és a szükséghelyzetet? Képzetlenül és hibásan járnak el azok a papok, akik a haldoklóktól egyházi jogszabály szerinti bűnbánati teljesítményt követelnek a purgatóriumban. Bizonyosnak tűnik, hogy azt a konkolyt, hogy az egyházi jog szerinti jóvá tévő bűnhődést át lehet változtatni purgatóriumbeli bűnhődésre, akkor hintették el, mikor a püspökök aludtak. Régente az egyház által meghatározott büntetéseket nem a feloldozás után, hanem a feloldozást megelőzően szabták ki, hogy ezzel próbára tegyék a töredelem őszinte voltát. A haldoklók halálukért mindennel megfizetnek, és az egyházjogi szabályok számára már halottak, joggal illeti meg őket az azoktól való feloldás. A haldoklókban lelki épségének és szeretetének tökéletlensége szükségképpen nagy félelmet támaszt, annál nagyobbat, minél tökéletlenebb volt. Ez a félelem és borzadás magában is elég, hogy más nem mondjak, a purgatóriumi szenvedést előidézni, mivel a reménytelenség borzalmával határos. Láthatjuk, hogy a pokol, a purgatórium, és a menny úgy különbözik egymástól, mint reményvesztés, a kétséggel küzdés és a biztonság. Látható, hogy a lelkeknek a purgatóriumban arra van szükségük, hogy mind félelmük fogjon, mind szeretetük szaporodjék. Nem látszik bizonyítottnak sem érvekkel, sem szentírási helyekkel, hogy a purgatóriumban lévő lelkek, kívül lennének a szeretet kérdemlő, vagy azt fokozó állapoton, Isten irgalmán. De azt sem látszik bizonyítottnak, hogy legalábbis minnyáján biztosak, és biztonságban vannak boldogságra jutásuk felől, jól lehet mi ebben teljesen bizonyosak vagyunk. Tehát a pápa a minden bűnhődés teljes elengedésén nem egyszerűen minden bűnhődés elengedését érti, hanem csak az általa kirottét. Tehát tévednek azok a búcsú hirdetők, akik azt mondják, hogy a pápa bűnhődés elengedése az embert minden bűnhődéstől feloldja és megmenti. Éppenséggel semmit nem engedel a purgatóriumban levő lelkeknek, amit ebben az életben kellett volna az egyházi jogszabályok szerint teljesíteniük. Ha valaki egyáltalán megkaphatja minden bűnhődése valamilyen elengedését, akkor biztos, hogy ezt csak a legtökéletesebbek kaphatják meg, tehát igen kevesen. Természetesen az emberek legnagyobb részét becsapják, amikor nagy hanggal, minden megkülönböztetés nélkül ígérik meg nekik a bűnhődés feloldását. Amilyen hatalma van a pápának a purgatórium felett, ugyanolyan hatalma van bármely püspöknek vagy lelkésznek a maga püspökségében, illetve gyülekezetében. Nagyon jól teszi a pápa, hogy a purgatóriumban lévő lelkeknek nem a kulcsok hatalmával ad elengedést, amivel ott nem rendelkezik, hanem közben járó könyörgés által. Emberi balgaságot hirdetnek, amikor azt mondják, hogy mihelyt a ládába dobott pénz megcsörren, a lélek azonnal a mennybe száll. Csak annyi biztos – hogy a ládában megcsörrenő pénz által nagyra nőhet a haszollesés és a kapzsiság. Az egyház közben járó szolgálatának eredményessége azonban egyedül Isten jó tetszésétől függ. Ki tudja, hogy vágyódik-e minden purgatóriumban lévő lélek arra, hogy őt onnan kiváltsák? A legenda szerint sem Severinus, sem Pascalis pápák nem igényelték ezt senki sem biztos a maga töredelmének valódisága felől, még kevésbé a következmény a teljes elengedés felől. Amilyen ritka az igazán bűnbánó ember, épp olyan ritka az igazán elengedés nyerő, vagyis nagyon ritka. Örökbüntetést kapnak tanítóikkal együtt, akik a búcsú cédulákkal biztonságban hiszik magukat az üdvösségük dolgában. Nagyon kell óvakodnunk azoktól, akik azt mondják, hogy a pápának azok az elengedései, azaz búcsúi, Istennek ama fölbecsülhetetlen ajándék, amely által rendbe jön az ember dolga Istennel. Ugyanis a búcsúnak ez a kegyelme csak a bűnbánat szentségével és ember által kiszabott jóvátévű bűnhödésre vonatkozik. Nem kereszténységet prédikálnak, akik azt tanítják, hogy aki lelkeket akar kiváltani, vagy gyónási kiváltságot vásárolni, annak nincs szüksége töredelemre. Minden igazán szívén talált keresztény részesül a bűnhődésnek és a védkességnek teljes elengedésében, búcsú a nélkül is. Aki csak igazi keresztény, akár élő, akár halott, az részese Krisztus és az Anyaszentegyház Egyház minden kincsének, s ezt Isten adta néki búcsú cédula nélkül is. A bűnhődés pápai elengedését és a kegyelemben részesítést mégsem szabad semmiképpen sem megvetni, mert az, mint mondtam, az isteni engedés kinyilvánítása. A legképzettebb teológusnak is igen nehéz egyszerre megtapasztalnia a nép előtt a bőséges búcsút és az igaz töredelmet. Az igazi töredelem keresi és szereti a bűnhődést, viszont a búcsú bősége elkényelmesít, és a bűnhődést gyűlöletessé teszi legalábbis esetenként. Óvatosan kell az apostoli, azaz pápai búcsút prédikálni, nehogy a név félreértse, és elébe helyezze azt a szeretet jó cselekedeteinek. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy a pápa véleménye szerint a búcsúvásárlás semmilyen tekintetben nem állítható egy sorba az irgalmasság cselekedeteivel. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy jobb dolgot tesz, aki a szegénynek ad, vagy a rászorulónak kölcsönöz, mint hogyha búcsút vásárol. Ugyanis a szeretet cselekedete által nő a szeretet, és javul az ember de a búcsú által nem lesz jobb, csak a bűnhődéstől mentesebb. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy aki látja a rászorulót és azt elhanyagolva búcsúra költ, az nem a pápa elengedését szerzi meg, hanem Isten rosszallását. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy ha csak nem dúskálnak a fölöslegben, mindazt, ami az élet föntartásához szükséges, tartsák kötelességüknek házuk népe javára fordítani, és semmiképp se pazarolják búcsúkra. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy a búcsúvásárlás nem parancsolat, hanem szabad döntés dolga. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy a pápa a búcsúban való részesítéssel inkább az ő érte való áhítatos imádkozást akarja elérni, semmint a készpénzt, mert az előbbire nagyobb szüksége van. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy a pápa búcsúi akkor hasznosak, ha nem beléjük vetjük bizalmunkat, viszont nagyon ártalmasak, ha általuk elvész az Istenfélelmünk. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy ha a pápa tudna a búcsúhirdetők zsarolásairól, azt akarná, hogy inkább égjen porik Szent Péter bazilikája, mint azt, hogy juhainak bőréből, húsából és csontjából épüljön fel. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy a pápa, ha szükség volna, kész lenne, ahogy illik, még Szent Péter bazilikájának eladása árán is saját pénzéből segíteni azokat, akiknek legtöbbjétől némely búcsú hirdetők kicsalják a pénzüket. Hiába való a búcsú cédulák alapján bízni az üdvösségben, még ha a búcsú megbízott, sőt, akár a pápa a saját lelkével kezeskednék is érte. Krisztus és a pápa ellenségei azok, akik a búcsú hirdetése miatt Isten igéjét más templomokban teljesen elnémítják. Jogsérelem éri Isten igéjét, ha ugyanabban a prédikációban ugyanannyi vagy több időt szentelünk a búcsúnak, mint Isten igéje hirdetésének. A pápa gondolata szükségképpen az, hogyha a csekély értékű búcsút egy haranggal, egy díszfelvonulással és egy szertartással ünneplik, akkor az evangéliumot, ami a legnagyobb dolog, száz haranggal, száz díszfelvonulással, száz szertartással kell hirdetni. Az egyház kincse, amelyből a pápa búcsukat engedélyez, nincs eléggé megnevezve, és Krisztus népe nem is ismeri azt. Nyilvánvaló, hogy itt nem múlandó javakról van szó, mert azokat sok egyházi szónok nem egy könnyen osztogatja, hanem inkább gyűjti. De nem is Krisztus és a szentek érdemeiről van szó, hiszen azok mindenkor a pápa közreműködése nélkül is munkálják a belső ember számára a kegyelmet, a külső ember számára pedig a keresztet, a halált és a poklot. Szent Lőrinc ugyan azt mondta, hogy az egyház kincse a szegények, de ő korának szokásos kifejezésével élt. Nem vakmerőség kimondani, hogy az egyház kincse az egyház kulcsai, melyeket Krisztus érdemért kapott. Világos ugyanis, hogy a bűnhődés elengedésére és a meghatározott esetekre vonatkozóan elegendő a pápának a saját hatalma. Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma örömhíre de ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká tesz. De ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká tesz. A búcsú kincsét viszont igen kedvelik, mert utolsókból elsőkké tesz. Az evangélium kincse olyan háló, amelyel egykor az anyagi javak embereit halázták. A búcsú kincse pedig olyan háló, amelyel ma az emberek anyagi javait halásszák a búcsú, amiről a búcsú hirdetők azt hirdetik, hogy a legnagyobb áldás valóban az, de a kereset szempontjából. Valójában azonban a búcsú az Isten kegyelméhez és a keresztjóságához mérten a leges dolog. A püspökök és a lelkipásztorok jogilag kötelesek az apostoli búcsú hirdetőit teljes tisztelettel fogadni, arra, hogy ezek ne a maguk álmait hirdessék a pápa megbízása helyett aki az apostoli búcsú igazsága ellen szól, kiátkozást és gyalázatot érdemel. De áldott, aki gondosan eljár a búcsú hirdető szavainak önkénye és önfejűsége ellen. Ahogy a pápa is joggal sújt le villámával azokra, akik a búcsú ügyben bármi módon csalást követnek el – de sokkal inkább készül villámával lesújtani azokra, akik a búcsuk ürügyén a szent szeretet és a való igazság kiátszásán mesterkednek. Őrültség azt vélni, hogy a pápai búcsuk akkorák, hogy feloldozhatják az embert, még ha valaki képtelenséget mondva az Isten szülő Máriát erőszakolta volna is meg. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy a pápai búcsúk a védkesség tekintetében a búcsú alá eső legkisebb bűnöket sem vehetik el. Az a szóbeszéd, hogy maga Szent Péter sem adhatna nagyobb kegyelmet, ha ő volna most a pápa, káromlás Szent Péter és a pápa ellen. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy neki is és bármelyik pápának is nagyobb erői vannak, tudnillik az evangélium, a gyógyítások kegyelmi ajándékai. Káromlást szól, aki azt állítja, hogy a pápai címerrel ellátva felállított kereszt felér Krisztus keresztjével. Számot fognak adni azok a püspökök, lelkészek és teológusok, akik tűrik, hogy ilyesmiket prédikáljanak a népnek. A búcsúról való ilyen önkényes prédikálás azt eredményezi, hogy a tudós férfiaknak sem könnyű a pápa tekintélyét megvédeni a rágalmaktól, vagy éppen az egyszerű hívek fortélyos kérdéseitől. Például, miért nem üríti ki a pápa a purgatóriumot szentséges szeretetből, és a lelkek oly nagy szüksége miatt, ami minden indíték közt a legigasságosabb, ha számtalan lelket kivált a Szent Péter Bazilika építésére adott szennyes pénzért, ami igen jelentéktelen indíték erre. Továbbá, Miért vannak még mindig halotti misék és évforduló ünnepek a lelkekért, és miért nem adják vissza, vagy miért nem engedik visszavenni a halottakért tett adományokat, ha a kiváltottakért való imádság immár a búcsú cédula révén feleslegessé és jogtalanná vált? Továbbá, miféle újfajta kegyelme Istennek és a pápának az, hogy megengedik, hogy egy istentelen és gonosz ember pénzért kiváltson egy kegyes és isten szerető lelket, viszont azt a kegyes és kedves lelket nem váltják ki ingyen szeretetből saját rászorultsága miatt. Továbbá a bűnhődésre vonatkozó egyházjogi előírások ténylegesen és mint régóta nem alkalmazottak, magukban érvénytelenek és halottak. Miért történik a tőlük való mentesítés pénzzel, búcsúk engedélyezésével, mintha érvényesek és hatályosak volnának? Továbbá, miért nem építi föl a pápa, akinek vagyona ma felülmúlja a dúsgazdag, ókori krasszusok kincsét is, Szent Péternek legalább azt az egy bazilikát inkább a maga pénzéből, mint szegény híveiéből. Továbbá, mit enged el, vagy mit nyújt a pápa azoknak, akik a tökéletes töredelem által jogosultak a teljes elengedésre és kegyelemben részesítésre. Továbbá, miből lenne nagyobb haszna az egyháznak, mint abból, ha a pápa, amit most csak egyszer tesz meg, naponta százszor osztana elengedést és kegyelemben részesítést a hívek bármelyikének. Nével a pápa a lelkek üdvét inkább a búcsúk által keresi, mint a pénz által, miért szünteti meg a már régebben engedélyezett búcsúcédulákat és búcsúkat, mikor azok ugyanolyan hatásosak? Ha az egyszerű híveknek aggályos érveit puszta hatalommal elnyomjuk, és nem értelmes megválaszolással oldjuk fel... Azzal az egyházat és a pápát ellenségeik előtt nevetségessé, a keresztényeket pedig szerencsétlenné tesszük. Ha tehát a búcsukat a pápa lelkületének és gondolatának megfelelően hirdetnék, könnyű volna felelni mindezekre a kérdésekre, sőt, fel sem merülnének. Távozzanak tehát azok a próféták, akik azt mondják Krisztus népének: béke, béke, de nincs béke. Tegyék jól a dolgukat azok a proféták, akik azt mondják Krisztus népének: Kereszt, kereszt, de nincs kereszt. Búzdítsuk azért a keresztényeket, hogy fejüket Krisztust bűnhődésen, halálon és poklonát is követni igyekezzenek. És abban bízzanak, hogy inkább sok szorongattatáson át, mintsem a béke át jutnak be a mennybe.